Fehérvár egyik legzajosabb pontja. A vasút közelsége és a Mártirokút nagy forgalma miatt az itt lakók jelentős zajszennyezettségnek vannak kitéve. Ez alvás és figyelemzavarhoz, de akár halláskárosodáshoz is vezethet huzamosabb idő alatt. A stratégiai zajtérképen valószínűleg kiugró értékeket mutat majd ez a terület. Többféle hatását emelhetjük ki a zajnak. A város 62 millió forintot nyert környezeti zajtérkép és zajcsökkentési terv kidolgozására. Stratégiai zajtérkép kidolgozása egyébként EU-s kötelezettség is, de a városfejlesztési tervek elkészítéséhez is elengedhetetlen. Azt is várjuk ebben a tervben, hogy olyan konkrét intézkedések ütemezett javaslat formájában is megfogalmazódjanak, amiket a város a következő esztendőkben meg tud valósítani, ahol az önkormányzatnak van feladata és szerepe, ott az önkormányzat, ahol másnak, ott pedig más számára annak érdekében, hogy ne csak egy íróasztal számára tervezett terv legyen, vagy program legyen később. A terv kidolgozására kiírt pályázatot a Zajkonzorcium nyerte. A felmérési és kivitelezési munka az Enviro Plus Kft. Feladata, akik nem zajmérővel, hanem úgynevezett számolásos módszerrel készítik majd el a székesfehérvári zajtérképet. Gyakorlatilag 10 méterenként meghatározzuk Fehérvár egész területére a zajterhelést. A kapott eredményekből egy háromdimenziós térkép készül majd, mely a nyárra interneten keresztül bárki számára elérhető lesz. Ezen szerepelnek majd a legzajosabb helyek és azok az épületek, környezeti tereptárgyak is, amelyek úgymond megfogják a zajt. A zajtérkép projektben előírás az, hogy ezt publikálni kell. Tehát készülni fog egy olyan portál, amely lehetővé teszi azt, hogy ezt a zajtérképeket, ezeket a felhasznált adatokat a székesfehérvári lakók is használhassák a mindennapi életben. Ha elkészül a térkép, a városnak már pontos információi lesznek, hogy megtegyék a szükséges lépéseket egy zajcsökkentő terv létrehozásához. Ez tartalmazza majd, hogy hol van a legégetőbb szükség a zajcsökkentés visszaszorítására, és esetleges zajvédő falak felhúzására vagy forgalomkorlátozásra.